Idén is pirosba borul a Palicsító partja. Közel 2000 Mikulás sapkás futó teszi meg az 1500 méteres távot a hagyományosnak mondható Mikulás futáson. Így nézett ki tavaly a Mikulás futás Palicson. És várhatóan idén is ilyen tömeges lesz a rendezvény. Kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a szabadtéri programra. A célban a kocogókat érem és zsíros kenyér várja. A szervezők több újítással is készültek. Kao i prethodne godine ne postoji startnina za trkače, ne postoji ni starosna granica, a jedini uslov učešća jeste kapa ili kostim Deda Mraza. Međutim, novina u odnosu na prethodnu godinu jeste da svi trkači koji žele da preuzmu svoju medalju nakon trke moraju da imaju i svoj startni broj. A rajtszámokat az érdeklődők ingyenesen átvehetik a Palicsi Női Strandon vagy Szabadka Város Turisztikai Szervezeténél, tette hozzá Dobó Márta, a Palics helyi közösség közgyűlésének elnöke. A gyerekeket is színes programmal várják. Kézműves foglalkozások is lesznek Palicson a Vigadó emeleti konferencia termében, tehát a nagy terasznál, illetve hát minden gyermek, amit elkészít, azt utána el is viheti, és ugye majd annak idején fölteheti az otthoni fenyőfára is, hogy azt is díszítse vele. A gyerekeknek képkiállítás is van, illetve hát rajzkiállítás. Az idei Mikulás futásnak humanitárius jellege lesz. A Palicsitó partján több helyen adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki a szervezők, és az összegyűjtött támogatásokat két szervezetnek juttatják el.